Pelle Andrea vagyok, a Társaság a Szabadságjogokért TASZ jogsegélyszolgálatának a vezetője, és azért vagyok itt, mert a TASZ elvállalja az összes székházfoglaló védelmét. A sajtóból mi is értesültünk arról, hogy március 22-én megindították a nyomozást csoportosan elkövetett garázdaság miatt, és ma reggel történt az első demonstratív lépés a nyomozásban, mégpedig az, hogy indokolatlanul előállítottak két fiatalember, székházfoglalókat. Három civil ruhás rendőr bőrkabátban érkezett, egy szürke színű Skodában hoztak el ide a hátam mögött látható Gyorskos utcai épületbe, ahol nagyjából reggel 8 órától délig, negyed egyig tartott a kihallgatásom. A mi álláspontunk az, hogy a rendőrségi törvény nem biztosít lehetőséget arra, hogyha valakinek ismert a lakcímet, tudják az adatait, hogy akkor egy ilyen nem nagy tárgyi súlyú büntető ügyben reggel érte menjenek a rendőrök, és anélkül, hogy tudjon készülni, védőt meghatalmazni, egyedül bevigyék őt a rendőrségre. Ilyen esetben a szabályos eljárás az lett volna, hogy kiküldenek egy idézést, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy felkészüljön a kihallgatására és gondoskodjon a védelméről. Mint megtudtam, a gyanúsításom az egyébként csoportosan elkövetett garázdaság. Egy békés demonstrációt szerveztünk a Fidesz székház udvarán. Ez azt jelenti, hogy ez egy polgári engedetlenségi akció volt. A földön ültünk, és békésen, erőszakmentesen demonstráltunk az alkotmányos jogállam a demokrácia védelmében. Az álláspontja a polgári engedetlenséggel kapcsolatban az, hogy lehet, hogy bár időnként formálisan valamilyen bűncselekmény, garázdaság például megvalósul, ugyanakkor hiányzik a cselekménynek a társadalomra veszélyessége. Ebben az esetben véleménynyilvánításról, mégpedig erőszakmentes véleménynyilvánításról volt szó. Nem volt kihívóan közösségellenes a székházfoglalók magatartása, nem volt erőszak a székházfoglalók részéről, tehát indokolatlan bármiféle büntetőjogi felelősségre vonás, és abban nyújtunk segítséget minden székházfoglalónak, hogy ellenük ezeket az eljárásokat megszüntessék. A rendőrségnek az eljárása arra irányul, hogy minket megfélemlítse, illetve úgy általában az Orbán rezsim demokratikus ellenzékét megfélemlítse. Ezúton is üzenjük, hogy nem fog menni, nem félünk és nem hagyjuk annyiban.